Louis Hay, használd a megerősítéseket. Vonzd be az önbizalmat, a bőséget és az örömöt az életedbe. A szerző megjegyzése Az ebben a könyvben szereplő gyakorlati feladatok elvégzéséhez külön papírlapra van szükség, ezért javaslom, hogy szerez be egy füzetet, vagy vezes naplót, és legyen kéznél toll is, miközben olvasod ezt a könyvet. Bevezetés. Köszöntelek a megerősítések világában. A kötetben található tesztek használatával tudatosan elkötelezed magad az öngyógyítás és a pozitív változtatások mellett. Mégpedig most rögtön. Gondolataid megfegyelmezésére ugyanis jelen időben van szükség, és itt is van erre a legjobb alkalom. Csatlakozz ahhoz a rengeteg emberhez, akiknek az életét megváltoztatta az, hogy követték az ebben a könyvben kifejtett tanácsaimat. Megerősítésekkel dolgozni nem nehéz, hiszen jó kedvre terítenek, miközben megszabadulhatunk a régi, lehúzó hiedelmek terhétől, és kihajítjuk őket a semmibe, ahonnan jöttek. Csak mert elhittünk valami rosszat magunkról és az életről, nem jelenti azt, hogy ez a hiedelem igaz is. Gyerekfejjel sok ilyet hallunk, és kritikátlanul be is dőlünk nekik. Vizsgáljuk felül ezeket a tévedéseket. Vagy higgyünk bennük továbbra is, mert a segítségünkre vannak, teljességet és boldogságot adnak, vagy határozzuk el, hogy megszabadulunk tőlük. Szeretem vizuálisan elképzelni, ahogy megszabadulok a régi hiedelmektől, egy folyóba vetem őket szelíden lefelé sodródva elenyésznek és eltűnnek, hogy soha többé ne kerüljenek elő. Meghívlak téged is életem kertjébe, hogy ott ültess el új gondolatokat és magatartásformákat, amelyek kedvesek, szépek és táplálóak. Az élet szeret téged, és a legjobbat akarja neked. Lelki békét, belső derűt, duzzadó önérzetet, és önszeretetet. Megérdemled, hogy jól érezd magad az emberek társaságában, és hogy jól keres. Hagyd tehát, hogy elültessem ezeket a gondolatokat az új életet kertjében is. Öntözgetve, gondozva, virágba borulnak, majd pedig gyümölcsöt nevesztenek, ami egész életet táplálékául szolgál. Első nap, mi a megerősítés? Szeretném elmagyarázni azoknak, akik nem tudják, mi az a megerősítés, és soha nem dolgoztak vele, hogy hogyan és mire használható. Az emberek többsége szerint a megerősítés nem jó semmire, sőt, inkább kellemetlen emlékeket ébreszt bennük. Ahhoz, hogy ez ne így legyen, pozitívra kell változtatnunk a negatívat. Mert csak így gyógyulhatunk meg. A megerősítés kaput nyit, hogy elindulhassunk a változás útján. Valójában azt mondod ilyenkor a tudatalattidnak: Vállalom a felelősséget. Tudatában vagyok, hogy tehetek valamit a változásért. Amikor megerősítések megfogalmazására adok tanácsot, tudatosan olyan szavakat választok, amelyek vagy segítenek kiküszöbölni valamit az életedből, vagy valami más dolog bevezetésében segítkeznek. Minden gondolatod és szavad voltaképpen megerősítés. Úgy is mondhatnám, belső beszédet egésze egy megerősítés füzér. Akár tudatában vagy ennek, akár nem, pillanatról pillanatra megerősítéseket használsz. Minden egyes szóval és gondolattal megteremted, és megerősíted a tapasztalataidat. Hiedelmeid olyan ismétlődő gondolati minták, amelyeket gyermekként súlykoltak beléd. Sok közülük javadra válik, mások korlátozzák vágyait beteljesülését. Amit el akarsz érni, és amire érdemesnek tartod magad, ezek között sokszor ég és föld a különbség. Oda kell figyelned a gondolataidra, és kirostálnod azokat, amelyek nem kívánt következményekkel járnak. Kérlek, vedd észre, hogy minden panasz valami elutasítandóra vonatkozó megerősítés. Valahányszor bedühödsz, azt nyilvánítod ki, hogy így, mármint dühösen érzed jól magad a bőrödben. Valahányszor áldozatnak érzed magad, ezt a szerepet igényled is. Amennyiben úgy érzed, hogy az élet nem adja meg neked, amire szükséged van, Mérget vehetsz rá, hogy valóban nem kapod meg, legalábbis amíg nem változtatsz a gondolataidon, és azon, ahogyan ezeket a gondolatokat szavakba öntöd. Semmi rossz nincs abban, hogy így gondolkodsz. Egyszerűen csak nem tanultál meg helyesen gondolkodni és beszélni. Az emberek világszerte is csak újabban kezdenek rájönni arra, hogy a gondolatok önbeteljesítő jóslatok nem csak leírják, de létre is hozzák a valóságot. Valószínűleg a szüleid sem voltak ennek tudatában, ezért neked sem adhatták át a tudásukat. Azt adták tovább, amit a saját szüleiktől tanultak. Neked viszont ideje felébredned, és tudatosan olyan életet teremtened önmagad számára, ami kedvedre és támaszodra van. Meglásd, meg tudod csinálni, ahogyan nekem is sikerült mindannyiunknak sikerülhet, csak meg kell tanulnunk, hogyan. Végig e kötet lapjain a kérdés megannyi oldalát szemügyre veszem. Az önbecsülést, a félelmeket, a minősítgetést, a megbocsátást, az egészséget, az öregedést, a munkahelyi sikereket, anyagi helyzetet, jólétet és jól vagy éppen az önszeretetet, barátságot, szerelmet, és meghittséget. Gyakorlatokat is közreadok, amelyek a pozitív változások felé terelnek az említett területeken. Egyesek szerint a megerősítések hatástalanok. Vedd észre, hogy ez a kijelentés már önmagában is egy negatív megerősítés. Valójában arról van szó, hogy akik ilyet mondanak, nem tudják, hogyan használják a megerősítéseket helyesen. Hiába hajtogatják, hogy Egyre jobb az anyagi helyzetem, ha közben magukban ezt gondolják. Micsoda ostobaság! Tudom, hogy semmi értelme. Mit gondolsz, melyik megerősítés lesz az erősebb? Természetesen a negatív, mivel egy régóta meggyökerezett életfelfogás része. Megesik, hogy egyesek napjában egyszer mondják el a megerősítéseiket, majd a nap további részében panaszkodnak. Hosszú időre van szükség ahhoz, hogy a bizakodó szavak megfogadjanak. A panasz erősebb náluk, részben mert többször hangzik el, és rendszerint hevesebb indulatok kísérik. Ugyanakkor a megerősítések mondogatása mindössze része egy folyamatnak. Fontosabb, hogy mit teszel e nappal és éjszaka. A megerősítések gyors hatékonyságának titka, hogy olyan légkört kell teremtened, amelyben megizmosodhatnak. Olyan ez, mint amikor elveted a magvakat, szegényes talajban alig fejlődnek, a dúsban és táplálóban azonban rohamos növekedésnek indulnak. Minél több olyan gondolatot választasz, amelyek jó érzéssel töltenek el, annál hamarabb fognak hatni. Jelen gondolkodásod választás eredménye, talán fel sem tűnik, hogy rajtad múlik a jövőd, hiszen olyan régóta élsz a magaddal hozott hiedelmeid rapságában, hogy észre sem veszed a változtatás lehetőségét. Pedig ebben a pillanatban, most, a mai napon is változtathatsz a gondolkodásodon. Életed egy szempillantás alatt megváltozhat, és a kitartó vagy döntéseidben, s olyan gondolatokra voksolsz, amelyek jó érzéssel töltenek el, Határozottan kedvező változásokra számíthatsz az élet minden területén. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangoskönyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice!